És itt van velünk Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Arra számítottunk, hogy csak az év sikeréről fogunk beszélni, de annyi minden maradt el a könyvkiadásban. Egy olyan szakmán abban, aminek a válság tüneteiről, mármint amit a Covid okozott, eddig nagyon kevés szó esett, hiszen rengeteget kell menteni, a szállodásokat, a taxisokat, különféle munkahelyeket, de azért itt van a könyv is, amelyik óriási veszteségeket szenvedett el, elmaradtak a nagy ünnepeik, és hát így nagyon nehéz. Azt kérdezem először, hogy a túlélés milyen reményével nézhetnek szembe a kiadók, és hát persze a terjesztők is most hogy állnak? Ebben a pillanatban rettegve várják elsősorban a kereskedők, de a kiadók is, hiszen következményesen ők szívják meg, hogyha itt most boltzárak lesznek, vagy bármilyen korlátozó körülmény fordulna elő, abban, hogy a szokásos karácsonyi forgalmat megtörve ám, de lelkesen ne tudjuk teljesíteni. Teljesen igaz, hogy mi is feltételes módban várunk bármilyen segítséget bárhonnan, és gondolom, hogy a sorba beállítva nem az élvonalban leszünk, hiszen már márciusban elkezdtünk harcolni azért, hogy valami nekünk is jusson kárpótlásként, hiszen most a legutoljára szeptember végével lezárólag az első 9 hónapra csináltunk egy felmérést a könyvkiadóknál, ahol bár tudtuk, hogy erre számíthatunk, de hogy ilyen nagy mértékű visszaesésre azért nem gondoltunk. Megkérdeztük, hogy az árbevétel az első 9 hónapban hogy alakult, és természetesen majd 2/3-nál a kiadóknál az árbevétel csökkent. Ugyanúgy a címek száma mindegy háromnegyedére esett vissza, holott itt még azt kell tudnunk, hogy a január-február még zavartalanul zajlott, méghozzá elég lelkesen, és akkor még nagyon úgy nézett ki, hogy egy jó év elé nézünk, és utána márciusban, amikor előállt a veszélyhelyzet, akkor már éreztük, hogy itt nagy a baj. Ráadásul kulcsra készen álltunk az áprilisi könyvfesztivál, nemzetközi könyvfesztivál rendezési munkálataival, amit tudni kell, hogy elsősorban a független könyvkiadóknak ez egy nagyon komoly esemény, mind az ünnepi könyvhét, mind a nemzetközi könyvfesztivál. Bevételeiknek jelentős részét akkor közvetett terjesztők nélkül tudják zsebelni, ami nagyon sokat számít. Uh-huh. Azt veszük, hogy mondtam, mindkét esemény valójában abban a formában elmaradt ebben az évben, ahogy le kellett volna zajolnia, de a szeptemberben kísérletet tettünk arra, hogy a júniusi könyvfesztivált, amit utána szeptemberben arra gondoltunk, hogy már enyhülni fog a dolog, és ott a Vörösmarty tér és környékén el leszünk, vissza le kellett mondani. És akkor nagyon gyors elhatározással nekiálltunk egy online ünnepi könyvhét megszervezésének, ami a rövid idő szervezése ellenére a kiadók visszajelzése alapján elég jól sikerült. Az annyi trükk volt benne, hogy az online módon mindenki beadta a programjait, amit gondolt, mert ezt nagyon lehet látni, aki figyeli a kulturális események legkülönbözőbb fajtáit, hogy erőteljes online felfutás történt. Úgyhogy ma már rutinosan tartanak könyvbemutatókat, vagy beszélgetéseket is online felületen, és így az ünnepi könyvhétre több száz eseményen csináltunk egy közös oldalt, amiben az volt tényleg a trükk, hogy a kiadók weboldalára irányítottuk a vásárlókat közvetlenül. Tehát egyfajta kárpótlás gondoltunk. Talán icipicit sikerült, de ez egyáltalán nem kárpótlódunk egyéb vonalakon. Szinte a könyvszakma semmilyen segítséget nem kapott, holott legalább annyit el lehetett volna várni, hogy a márciusban beadott 10 pontunk közül
többet és hatékonyabban vesznek figyelembe. Az egyik az volt, amiben részt vehettünk, amiben bárki is részt vehetett, hogy a magyarosított kurzarbeiten indulhattunk. Erre tartottunk egy gyors webináriumot kiadóknak, terjesztőknek, hogy hogyan lehet ezzel élni. Hát ez egy sovány dolog volt, azt mindenki tudja, hogy sokat nem ért, de talán egy icipicit igen. Meg volt egy olyan tervünk, amit részben sikerült végrehajtanunk, hogy vett volna az állam tőlünk 500 millió forint értékben, ami 50%-os áréssel, ami 1 milliárd forintos könyv vásárlást jelentett volna, könyvet otthonra program keretében. Itt 200 millióig jutottunk el, és utána leállt ez a vonal. Ez nem egy nagyon vidám dolog. Itt még rengeteg tartalék van, hiszen a kiadók készültek arra, hogy folytatódik ez a program, mert hiszen azt mondtuk, hogy először 100 millió, aztán megint 100 millió, és mindig próbáltunk kinyomni valamit, hogy tovább léphessünk, de itt ebben a pillanatban 200 milliónál megálltunk. Én nem gondolom, hogy túl nagy esélyünk van arra, hogy nagyon nagy dolgokat tudnánk elérni, de ha túlélnénk ezt az évet, már az is nagyon jó lenne. Mi az oka? Lenni, hogy elsősorban a kicsi független szak, speciális közönségre számítható kereskedelmi egységekkel nem rendelkező kiadók fognak eltűnni a palettáról. Már most is itt a felmérés során láttuk, hogy nagyon sokan nem is küldtek be választ a kérdéseinkre. Ezek a legkisebb kiadók, ahol csak remélni tudjuk, hogy jegelték magukat, és majd feltámadnak valamilyen, ha nem is külső, de valami olyan hatásra, hogy lesz valami élénkülés, nő a vásárlóerő, mert ugye itt az is van, hogy ezt akartam, bocsásson meg, ezt szeretem, Katalin, ezt szeretem volna megkérdezni, hogy az emberek bemennek, mert látom, hogy bemennek, igaz, hogy maszkban, kávézóba bemennek, élelmiszermoltba bemennek, zöldségboltba, kevesebben mennek be attól, mert pandémia van, könyvesboltba? Bemennek a könyvesboltba, de hogyha valaki visszaemlékszik, hogy szokott kinézni egy karácsonyi könyvvásár, az tudja, hogy pót kasszákat állítanak be, és hosszú sorok kígyóznak, testeshez lapul, egész közel kerülnek egymáshoz az emberek. Itt most van egy olyan, hogy be kell tartani ott is a távolságot, és védekezni kell, mert hát szóval az is egy tér, ahol érvényes az, hogy nem lehet végtelen sok ember egy könyvesboltban. Ez biztos, hogy akadályt képez, meg a józanabb közönség, az vagy olvasó közönség, az nagy valószínűséggel az online rendelést választja, ahol kiküszöböli ezt a test-a-testhez szituációt. Ezzel együtt azt látom, vagy látjuk mindannyian, hogy az online vásárlás az felfutott nagyobb mértékben, ám de nem kompenzálva a kőkönyvesboltok forgalmát. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a könyvszakma kiadói kétharmad részben minuszosak a tavalyi év árbevétele, könyvforgalomból eső árbevétele vonatkozásában, illetve a megjelenő címszámok is visszaestek. Hiszen az első fél évben a könyvfesztivál szokott lenni az első menet, amikor a nagyobb címszámmal ugranak elő a kiadók. Ott aki bírta, benyomta a satut és megállította a nyomdagépet, azzal, hogy a nyomdakész anyagokat, azokat majd a második fél évben, ha túl leszünk, abban a hídben voltunk, fogja előkapni. Ezzel együtt a második fél évben a karácsonyi időszakra, mert rákérdeztünk, hogy mit terveznek, fog-e csökkenni a tavalyi kiadványok számához képest ebben az évben a megjelenő kiadványok száma is. A kiadók kétharmada egyértelműen azt mondta, hogy csökkenni fog ebben az időszakban is az új címek száma. Az online kiadás, hogy az online rendelés nőtt, azt mondja, az e vagy i könyvek száma is nő ezzel párhuzamosan? Az e-könyveknek
a kiadók szinte rutinszerűen a legtöbb könyvüket, ami nem illusztrált kötet, automatikusan szinte megcsinálják az e-book változatát is. Ennek ellen, bár növekedett némileg az e-bookoknak a vásárlása, sőt voltak akciók is, ahol olcsóban lehetett hozzájutni, tehát az mindenképpen valamennyit növekedett. De mindaddig, amíg mint egy papagáj az ember ezt mondjuk 8 éve, mindaddig, amíg 27%-os lesz az e-book áfája, és mint szolgáltatás van benne a kodifikációban, addig nem lesz versenyképes igazán a magyar piacon, és egyébként nem túl büszkén elmondhatjuk, hogy immáron mi vagyunk az egyetlen európai ország, ahol szolgáltatásos áfa terheli a e-bookokat. Hát azt mondta, hogy ezt az évet még túl lehet élni, ugye? Tehát körülbelül ennyi... De azt nézem, és ahogy beszélgetek folyamatosan a kiadókkal, hogy nem mindenki fogja túlélni. Azok fogják tudni túlélni, akik vagy tudnak ilyen bedermedve várni arra, mert nagyon kicsik, és van valami más forrásuk is a megélhetéshez olyan kiadók, vagy a nagyok, de ott is lesz némi veszteség, mindenképpen egyszerűen muszáj, hogy legyen veszteség, és itt most az a kérdés, hogy a kiadók tulajdonosai, ugye mi most nagy részt arról beszélünk, hogy ezek a kiadóknak, ezek és a könyv szakmának a sokszínűségét és a eddig tartó nagyon túlérését az is segítette, hogy nagyon pici állami rész van a magyar könyvkiadásban. És legalábbis a nagy cégek tetején olyan tulajdonosok vannak, akik meg fogják tudni tenni, hogy betalicskázzanak komoly összegeket arra, hogy fennmaradjanak. Fennmaradjanak, és a veszteség az ne kerüljön az életükbe. Hát ez viszont egy kicsi kiadónál, ahol a tartalékok minimálisak, kedvezmény semmi, mert mit jelent, ha még akinek hitele van és moratóriumot kapott, az ha a moratórium lejár, döbbenten fogja látni, hogy nagyon durva dolgokat kell majd visszafizetnie, és hogyha nem történik addig semmi jó, akkor ez nagyon sokat szintén a végét jelentheti. Hát azért rejtsünk egy szót a szerzőkről is, mert ugye azok az írók, költők, akik nem állítom, hogy ebből értek meg, mert nem lehet megélni abból, hogy az ember ír egy regényt, teljesen nyilvánvalóan. Tehát azért mégis valami bevételre számítottak. Azt, hogy nincs meg ez a kis pénz, az nagyon súlyos helyzetbe hozza a magyar irodalmat is, azt gondolom, egzisztenciálisan. Nem tudom persze, hogy erre mekkora rálátása van. Van rálátása, mert folyamatosan mind a fordítókkal, mind a szerzőkkel, és sőt, mint egy kiadó vezetője magukkal, a legszerzőbbekkel is kapcsolatban vagyunk, és látom, hogy mi van. Ez is egy olyan dolog, hogy a szerzők papírforma szerint a magyar piacon nem lenne, ha mindig kifizetésre kerülne, vagy kellő példányszámban megjelenne a könyvük, rosszabbul, mint a világ bármely országában. Itt is 7-10%, 12% között van az a jogdíj, amire jogosultak az eladott könyvek alapján a nettó árbevétel, nettó áfamentes árból. De szembe kell azzal nézni, hogy a magyar nyelv egy nagyon kicsi, éppen ezért azok a számok, amik kijönnek fogyásjelentésbe egy szakkönyvnél nagyon drámai, egy ciri-piciri, holott nincsen pariba a dolog értékével, ez régebben úgy küszöbölődött ki, hogy azokat a rétegkönyveket, amik valamilyen ami értéket képezett, az sokkal nagyobb segítséggel és rálátással támogatta az NKH, a Magyar Könyv Alapítvány, felsőoktatási tankönyvpályázat. Ezek ma már nem létező dolgok, illetve olyan iciri-piciri az elérhetőségük, hogy nem kap az a kiadó
támogatást ezekre a könyvekre, ezért ezekből is kevesebb jelenik meg, és tehát ez akkor emlékszem, hogy úgy csináltuk, hogy egy nagyobb összeget kaptunk támogatást, kifizettük a szerzőt előre, amíg el nem adott könyvnek a, tehát mi is előleget tudtunk adni könyvnek a rovására, ezt ma már öngyilkosság lenne megtenni, mert hiszen nincs támogatás. Ki kell mondanom, hogy azoknak, akik üzletszerűen működnek, és nem valahol valamilyen közel az üsthöz dolgoznak, azok csak elenyésző támogatásba részesülnek. Mennyire befolyásolja, ha majd jön egy kis magához térés a könyvszakmában mégis, hogy a kiadott műveknek a számát, meg mondjuk a címeket, tehát például milyen műfajban merészkednek, hogy mondjam, csak a megrodgyant kiadók újra vissza a piacra. Mert biztos, hogy sokkal inkább meggondolják, hogy mi az a sikerkönyv, amiből pénzt lehet keresni, és mi az, ami lehet nagyon értékes, de hát sokat nem hoz. Most olyan 800 ezer körüli a megjelenő új címeknek a száma, és volt ez már 10-11 ezer is, és ebben nincsenek benne a közoktatási tankönyvek, mert arról szép lassan kiszorult a normális könyvkiadó, mert totálisan áramosítva lett mind a kiadása, mind a terjesztése, ami már akkor hatalmas veszteség volt, és ez csak úgy gördülget így tovább-tovább. De az, hogy műfajban mit fognak kiadni, és hogy lesz-e elég olyan kiadás, ami úgynevezett értéknövelő rétegkönyv, szakkönyv. A szakkönyvesek már nagyon rég a békafeneke alatt vegetálnak, ha csak nem valami állami megfontolásból kapnak valami nagy összeget, amiből elő tudnak kapni, vagy állítani akármit. De addig, amíg akár ilyen protekcionista ez az elosztás, addig az üzletszerűen működő könyvkiadóknak nem nagyon lesz könnyű dolga. De az, hogy milyen műfajban várható valamilyen felendülés, én a szakkönyveket nagyon pártolnám, hogy lendítsük, de azt hiszem, hogy talán még több szépirodalminak nevezett ám de thriller fog újra megjelenni, mert hiszen ez az időszak arra is nagyon fontos, hogy bár most már sokan tényleg elmélyülni akarnak, de azért nagyon sokan valamilyen fajta jó szabadidős programnak is szánják hát az olvasást. Hát kilépés egy kicsit a valóságból, igen. Hiszen az olvasásban vigaszt is nyerhetnek bizonyos esetben a könyvektől, de ahogy már sokszor elmondtuk, a könyvolvasás, a könyv az egyfajta mentális védelmet is jelent. De amiben egy picit talán optimista vagyok, ha nem is érjük el a szokásos karácsonyi forgalmat se címszámba, se bevételbe, de a mostani megrodgyant országban úgy gondolom, hogy a könyv még mindig az a fajta ajándék lesz karácsonykor, ami a legtöbb ember számára elérhető, és ami, hogy ilyen vulgáris, ami nem ciki ajándékozni, mert az kifejezi azt, hogy aki kapja, az is felértékelődik azáltal, hogy könyvet kap karácsonyra. Hát akkor maradjunk abban, hogy ajánljuk jó szívvel a könyvet, idén is, karácsonykor is úgy, hogy lehetőleg vigyázzunk egymásra, de azért ne felejtsük el, hogy a könyv, az kell. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm szépen, így legyen. Minden jót kívánok. Gál Katalint hallották, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökét. Itt a műsor vége. Herskovics Eszter, Zsidai Péter, Törtei Takács Kriszta, Csorba László, Jávor Dénes és Szénási Sándor köszönjük a figyelmüket. Minden jót!